Na csácsúbi csőrészt a csokoládés traktorkerék, szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, kibejelentkezik a gépteszt következő részében, amiben le fogjuk leplezni ezt az örök kérdést, hogy melyik nem modolt jármű a jobb. Az Ural, vagy pedig a Cross? Szerintem egyébként az összes Pintaros rajongónak így mindig benne van ez a dilemma, hogy melyikkel menjek? A Crosszal, amelyik erős? Nagyon-nagyon erős, és nagy, masszív dögállat, vagy pedig az Urallal, ami egy kicsit fürgébb, viszont ugye talán nem olyan erős motorral rendelkezik, nem olyan széles gumikkal rendelkezik. Úgyhogy most meg fogjuk ezt próbálni, végigmegyünk ugye a tesztreken, és gyakorlatilag nem is akarom húzni tovább az időt, mert annyira kíváncsi vagyok, de viszont írjatok, légy szíves. Írjatok, hogy vajon szerintetek melyik az a jármű, nem adott jármű, amelyik jobban fog teljesíteni. Egyébként én nekem az Ural mindig egy kicsit... Nem, legelején, amikor Spintails megjelent, akkor találok a Crosszal, az nagyon imádtam a Crosszt. De egy kicsit később talán átmentem uralos vágányra, mivel kicsit fürgébb volt. Na gyerekek, akkor összkerék, diffizár, automata, ugye nyomok egy startot és egy... Indítom a stoppert. És nagyon kíváncsi vagyok, végig ezerrel, ugye, hát lehet, hogy gyorsabban fogunk végezni, mint a, ugye az előző részben a 250-es Rába és a K700-as Kirovec volt, azoknak 10-40 körüli időeredményük volt, viszont nem biztos, mivel ugye az, hogy ezek truckok, és nem traktorok, az ugye talán gyorsabbá teszi őket, viszont lehet, hogy egy az, hogy sebezhetőbbek, kettő az, hogy az akadályokat nem biztos, hogy olyan gyorsan fogják megoldani, főleg ugye a soros részt, vagy pedig ezeket a hubzlikat, amik most következnek, mivel kisebbek a kerekei. Lehet, hogy nem olyan jók a terepjáró képességei, azt a betyár gyerekek. Ide aztán bevágottunk, azt, és erről beszéltem, hogy borzalmasan sok dimincst kaptunk, és megint kaptunk dimincst. És fennakadtunk ráadásul gyerekek. És fennakadtunk, vissza kell tolatnom, mert nagyon fennakadt. Gyerekek. Próbálom, ugye nem akarok lemenni semmiképp a kavicsos részről, viszont a kavicsos részen belül azért tudok idézőjelbe trükközni, vagy nem akarok trükközni, hanem itt gyakorlatilag mindig úgy beszéltük meg, hogy minden géppel megpróbálom a legjobb eredményt hozni, de viszont gyerekek, baj van, nagyon nagy baj van, mert hatalmasokat, iszonyatosokat, nagyokat sebződik a Crosszunk. És ugye ezzel az lehet a probléma, hogy egy idő után szét fog hullani, gyakorlatilag ugye a menet tulajdonságai fogják megsínleni azt a gyerekek, azt a rohadt élet. 384 dimis szedett össze a Crosszal ezen a részen, és itt látható ugye, hogy mennyire durván kiveszi a lelket gyakorlatilag egy ilyen rész egy terrautóba. Nem tudom gyerekek, most már nem tudom megmondani, hogy mi fog gyorsabb lenni, egy Kirovec, vagy egy, ugye ami előző részben volt tesztelve. Aki nem látta, az nyugodtan nézze meg, ugye igazából időrend és sorrendiség a különböző tesztekbe nagyon nincsen. Ugye ezelőtt az Rába 250-et teszteltük a Kirovecsel, és gyakorlatilag igen, és mostantól hatalmas problémát kapott, ugye. Ilyenkor már ugye motor teljesítményt veszített a Crosszt. Ilyenkor már ugye 476 per 600. Úristen. Nem jó, nagyon nem jó gyerekek. Nagyon-nagyon nem jó. Nagyon nagy problémák vannak. Hatalmas gondok vannak itt. Szóval nagyon sokat sebződtünk. És ráadásul... Ráadásul nem rossz az idő eredmény, mert gyorsan megy végig a pályán. De ez sok volt neki. És még gyakorlatilag a pálya nagy rész... Én azt mondom nektek, hogy a rönköknél ez tönkre fog menni az a gép. Ez a rönköknél ez le fog kotkodálni, és hiába... Hiába gyerekek, mert ugye úgy beszéltük meg, hogy mindig nyilgázzal megyünk minden géppel, és akkor esetleg kijön az a része, hogy mennyire sebződik, mennyire nem. Ettől nem akarok elállni, mert nem akarom a szabályokat változtatni minden egyes járműnél, mert akkor ott már tényleg a tesztnek nem lesz értelme, elveszik a teszt értelme, és nem lesz reprezentatív, úgymond. Jó, oké. Igen, ilyen helyen legalább ne sérüljünk, ahol ugye rajtam múlik a dolog.
nem fogom leverni a direkt az elejét. Ez nem direkt sebződött, ugye nem az, nem az a célom, srácok, hogy én direkt sebezzem őket. Uh-huh. És nem megyünk be a garázsba, nem fogok javítani rajta, ez nem arról szól, hogy ugye itt-ott megjavítjunk a járműveket, hanem arról szól, hogy viszont rengeteg ugye sebességed veszít sajnos attól, attól hogy á, és itt én ezzel ugye nem, én is nem szállok le a gázról, a gyerekek, sajnálom. 22, úristen, nem szállok le a gázról, mert ugye nem arról szól, hogy én itt szabályokat állítok fel közben, de ah, minden egyes röngnél szinte sebződik, és itt jön ez a rész, ami megint nem kis pálya. Ah, és megtorpant, és menj, és majdnem 100%-ig már lesebződött. Kíváncsi vagyok az uralra, baromira kíváncsi vagyok az uralra, kíváncsi vagyok. Írjátok kommenteket nagyon, és a véleményetek roppant módon érdekel, hogy mit gondoltok, hogy menj már át rajt, viszont gyönyörű egyébként a lengés csillapítás. Ugye az ural, na, talán nem, én most már tényleg innen nem tudom gyerekek eldönteni. Igen, és 5-nél fordult, 5 percnél fordult, ugyanannyinél fordult szinte, mint a ézei srácok. A K100-as és a rába is. Bevágodunk ide, nyílgázon. Ajja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 j
Szépen közlekedik, gyerek. Szépen közlekedik, nem süllyed el olyan nagyon. Megfelelően széles gumiabroncsokkal rendelkezik, és nincs felhasalva. Ami nagyon fontos, onnan, hogy elkezd felhasalni, na kimondtam, már meg is történt, onnantól ugye hatalmas az ellenállása a járműnek. És igen, és itt fogok én manuálba kapcsolni, ugye? Mondtam, hogy minden járműből megpróbálom a maximumot kihozni, itt nincs izé. Nem fogok bundázni. Nem fogom megbundázni egyik képnek se a... Nézzünk egy belső nézetet, itt most nyugi van. Elemezzük ki, hát ugye retteltesen egyszerűek a textúrák. Rettenetesen egyszerűek a textúrák. Ugye a modolt járművek nagyrészt jobbak szoktak lenni, a műszerfalon gyakorlatilag nincs, hanem ezt a kokpitet kapjuk. Minden teljesen nagyon egyszerű. Nézzünk egy külső, mi a szituáció, gyerekek. Hát maradt konkrétan 61 darab sebződési pontunk, amivel az lesz a probléma, hogy még van nekünk vissza még olyan rész, ahol meg egyszerűen ott marad a gép. Ott marad. Hogyha véletlenül valahol megáll a gép, akármelyik gép ugye ezek után és a tesztekben tönkre megy, nem tud felmenni lejtőn, beláll a sárba, ilyesmi, akkor azt megjegyezzük mindig, és akkor meg össze tudjuk hasonlítani, hogy addig eljutott a másik, ugye a társ, az ellenfél. És a legvégén esetleg, vagy pedig nem is tudom, havonta egyszer csináltunk egy olyat, hogy a két legjobb gép, ugye a tesztek alapján, két legjobb gép az mennyire fog jól viselkedni. És akkor össze tudjuk őket hasonlítani egy közös tesztbe. Jó. Van baj, gyerekek, van baj. Nem, ennél gyorsabban nem tudom, ilyenkor hiába, hogyha valaki azt írja, hogy automatába kéne, egy pörögnének egy helyben a kerekek. Nem szabad. Na, amint kijött az első kerék, mondjuk akkor nem mondok egy automatát, de ez nagyon nyelő. Na, oké. Jaj, gyorsan, rügvercet, automatát. Menj már ki. Milyen Marki? Menj Marki. Most nagyon félek, mert itt is nyilgászra fogok vágtatni erre a lemelkedőre. Hogy nehogy leverje az elejét, nehogy leverje az elejét. Rovadt életbe. Nagyon féltettem a járművet. Nagyon féltem a járművet, hogy leveri. Nagyon jó. Ne. Sajnos ez nem én voltam, gyerekek, hanem egyszerűen tropagép és váltó is. És kettesbe fölrakja, neve rak fel. Ugye beszéltük, hogy rakhatok. Le van szerálódva. Rakhatok manuált, hogyha nagy probléma van, és rakunk is. Itt raktam neki egy manuál egyet, ugye. Felezőt, ezt beszéltük, ugye szabályba belefér.
hogyha nem tudod volna felmenni, mivel ugye mindig váltogatott volna, és nagyon szar a váltó, szét van csesződve a gép, és nincs lehetőség, hogy felmenjen, és még itt is sem vagyok benne biztos, hogy fel fog menni. Menj. Már elkaparnak a kerekek, talán. Jó. Tetején visszarakjuk automatába. És ez már nem lesz olyan jó, mint a kirovetsz és a lába, gyerekek. Hiába, értetek? Hiába gyorsabb egy jármű. És ezért féltem egy kicsit az Uralt, ami nekem nagy kedvencem, hogy hiába lesz itt izé, hiába lesz jobb. Uff, gyerekek, föcsög az olaj, folyik az olaj végig, az egészben. És ugye ilyen helyen megpróbáljuk nem összetörni, mert nem az a cél. Na gyerünk jobbra gyorsan, 9.38-nál járunk, 10.40 volt ugye a Kirovecé és a Rába Steigernek az ideje. És sokkal jobban teljesítették, gyakorlatilag 100 alatti dimist kaptak be. És nem biztos, hogy ezen a tavon át fog jutni, gyerekek. Nem biztos, hogy ezen a tavon át fog jutni. Nagyon nem jó. 10 perc, 8 másodpercnél találtunk, és a Cross nem adja. És a vízbe se nagyon, nem. Érzem, rúgnak a kerekek, gyerekek, pörögnek a kerekek, nem. Ugye itt nem is a motor teljesítménye van baj szerintem. Nem a motor teljesítmény. De milyen jó megvan csinálva, hogy nem, a kipufogó nem lángol, ugye. Nem marad meg a víz alatt, ugye ez láng. Minden apróságra figyelnek. Ja. 10.46, 10.48, 10.49, és még ugye van egy egyenesünk. Nagyon kíváncsi vagyok az Uralra, gyerekek. Nagyon kíváncsi vagyok az Uralra, én attól nagyon féltem az Uralt, hogy ez nem fogja szarrá törni magát. És nem az lesz ugye a vége az Uralnak, hogy hiába ez egy nagyon fürge, masszív kis szupergép. De nehogy az legyen, srácok, hogy itt izé, hogy amiatt nem fog tudni végigvenni, viszont a Crossnak marha nagy szerencséje van. Mert nem sok kellett neki, hogy meg ne kotkodáljon le az utcán, és teljesen ne romoljon el. Úgyhogy annak ellenére, hogy ilyen rosszul teljesített, hogy csak 11 másodpercnél tovább vagyunk már, és 11.40, és 11.40, tehát egy perccel rosszabb, mint a Kirovec meg a Rába 250. Nem volt jó, nagyon nem volt jó, meg még ráadásul. Az a probléma, hogy nagyon nagy szerencséje volt, hogy végig tudott menni. Nyomunk egy restartot. Ugye, hogy reseteljük a pályát, hogy ne mondjátok, hogy egyiknek előnye van a másikkal szembe. És megyünk akkor ugye az Urallal. Az is teljesen ugye alapon. Az is teljesen alapon, minden ugyanúgy, ahogy kell. Semmit nem állítunk rajta. Annyi ugye, hogy összkerék, diffizár. És akkor most tényleg lehet izén tippelni, hogy egyetlen végigmegye. Végigmegye az Ural. Ha végigmegy, akkor jobb lesz el, mint a Cross. Na. Nyomunk egy kövérgázt, meg egy stopperindítást. És indul. Indul a móka, srácok. Ugye vékonyabb kerekek. Átmérőben nem hiszem, hogy kisebbek a kerekek, viszont sokkal vékonyabbak. Motor teljesítmény kisebb, viszont ugye sokkal kisebb a súlya is. A kisebb súly ugye az valószínűleg nagyobb sebességet, végsebességet garantál, legtöbb esetben. A szélesebb, vagy szűkebb kerekek ugye kisebb tapadást. Gyerekek! Hason szőrű eredmények történnek, mint a Crossnál, azt a... Gyönyörűséges egyébként. Ahogy mozognak ezek a lengéscsillapítók. Igen, kapja. Végig nyíl gáz. Nincs olyan, hogy nem fogok trükközni, hogy most kisebb gázzal megyek, nagyobb gázzal megyek. Automata végig. De mégis nem. Sokkal... Mégis jobb. Az úr...
Jobb lesz ez, gyerekek. Én nem, hogy jobb lesz. Borzalmasan jól végigment. Eszméletlen jól végigment a géppel. Gépünk nagyon jó. Gyönyörűen mozognak, ugye futóművek viszonylag kevés, hát viszonylag igen. Azért kaptunk. Viszonylag kevés damage-el. A gyors, kisebb hepehupás szakasztól féltem egy kicsit. Mint hogyha gyorsabb lett. Azt a gyerekek. Gyönyörűen kinyúlnak ugye ezek a lengés csillapítók utána vissza. Ettől a részt egy picit féltem, mert itt nagyon gyorsan megyünk. Ops, igen, ezt erről beszéltem. Aha, hát fáradt, igen. És ezt erről beszéltem, hogy hiába ugye kicsik ezek a gödrök, de nagyon nagy sebessége végig dörgöl rajtuk, akkor baj lesz. És nagyon szépen megy, gyerekek. Ugye itt már lesebződött a cross, emiatt ugye az uralnak most kicsit előnye van. Ah, bosszom, nagyon jól megy. Viszont ugye, még például a saras résznél ugye elveszett az uralnak az előnye, de itt eddig ez nagyon, ez baromi jól teljesít, gyerekek. Hú, kicsit úgy érzem magam, mint nem is tudom, mint valami futball közvetítésen, ahol én vagyok a kommentátor. Hova, vagy pedig egy Forma 1, hova tűnt Damon Hill. Gyönyörűen megy, nagyon jól megy, nagyon gyorsan megy, nagyon fürge, és sokkal dinamikusabb, és jobban irányítható, mint a cross. Én, ugye gondolom, igen, itt fékezek, ugye nem célom összetörni, ugyanúgy a cross se törte össze. Ó, szépen, filmen nem kell nekünk, jó. Oké, és itt körül veszünk egy nagy kanyart. Izében nem megyünk be, ugye. Oda. Azt rendesen csúszik a hátulja. Júj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 
Rendesen féltem, gyerekek, hát ez hatalmasat ütött rajtunk. Aha, igen, és igen, elértük azt a sebzőt. Szintet, ahol ugye, már ez is lesebződött. Gyerekek. Gyerekek! Van-e baj? Ugye itt be, és ez olyan a saras rész, ahol elvesztheti az előnyt. A kicsikénk. Ugye nyílgázon fogunk bemenni ide és bevágódunk. Itt elvesztheti a krozzal szembe. Mindegy, most ugye ez is le van már sebződve. Aha. Igen. Még megy. Gyakorlatilag még a tető is sáros lett, hogy ideből vágottunk. Viszont előnyben vagyunk, és jól megy a sárba, gyerekek, jól megy a sárba. Próbálok végig középen maradni, ugye az megint, hogy a teszt az egyformán működjön. És itt van egy nagyobb rész, nagyobb saras rész, itt szoktunk ugye azért kapcsolni. Ilyen egy ilyet. Az a baj, hogy itt ugye elkezdi tolni sarat gyakorlatilag. Nézzünk egy belső nézetet, ugye ilyenkor előtt is a sárba néztünk. Hát ugye a megmunkálását, ezt mondhatni majdnem teljesen ugyanannyira van szépen megmunkálva, mint a krozunk. Ne arra úgyatok, hogyha néha össze-vissza beszélek már, mint krozneg ural, lehet, hogy összekeverem a kettőt, de nem azért, mert nem tudom, hanem azért, mert rengeteget beszélek, és gyorsan. Jó, egyébként a textúrája nekem teljesen megfelel. Tetszik maga a fényárnyék effektek, a csillanások, minden nagyon bejövő ebbe a játékba. Én nagyon sajnálom, hogy a Farming Simulator grafikája az elment. Egy olyan grafika fele, ami nem reális, hanem egy ilyen chili-vili, mint lassan már egy ilyen csillámfaszláma által kihányt, nem tudom, egy ilyen manga MMO-szerű, csillogó effektes, akármicsoda, ahol a gépek úgy néznek ki, mint valami műanyag játékok. Ebben a gépek nem úgy néznek ki, mint a műanyagjátékok, ebben úgy néznek ki, mint a sáros, koszos, frankó gépek. Rozsdásak meg, mit tudom én, nem feltétlenül rozsdásak, mert ugye ez se rozsdás itt sehol, hanem egyszerűen jó néz ki, egyszerűen reálisnak néz ki. És ez sajnos a Farming Simulator legújabb részén, főleg 19-ben nincsen meg. Nincsenek meg ezek a reális dolgok, amik miatt úgy tök jól néz ki az egész a
Ugye lámpafények, minden olyan, nem tudom, nekem az így bejövős. Jó, itt lassan felkecmergünk, ugye ez minden járművel így volt, de én azt mondom, hogy az ura még mindig viszi a primet. Félek attól, hogy ugye nekivágtatok a rampának ott, akkor az, az ott le fog minket sebződni teljesen. Ezért próbálunk, na. Ugye itt nagyjából kiér az első kerék, akkor nyomunk neki, hogy automatát, úgy. Innen ma biztos, hogy kihúzza. Menjünk. Lerúgja szépen a sarat ezen az egyenesen, bevágszük a kanyart, rugatjuk az avat, és már indulunk is. Menj. Jó, hát itt nem verte le. Na, itt kíváncsi vagyok, hogy az is tököle a váltással. Hopsz, itt leütötte az elejét egy kicsit, igen. Na, igen, a váltással itt is szarakodik, de nem gurul vissza. Úgyhogy ezt, ebből az látszik ugye, hogy gyorsabban vált. 3-5 látjátok? És visszarakta egybe, de nem gurult vissza közben, ugye dinamikusabb a váltás. Ugye nincs annyi idő addig, amíg ugye gyakorlatilag benyomva van a kuplungunk. Nem kellett manuálba pakolni miatta, ami megint egy jó dolog tud lenni. Ops. Itt nem vagyok benne biztos, hogy nem fog lekoppanni az elején, azért... Aha, le is koppan volna, izomból valószínűleg össze is törtük volna a gépet. Viszont még vissza van a vizes részünk. Viszont 7 perc 40 másodpercnél vagyunk, ami nagyon jó, és hogyha nagyon nem cseszi el ezt a vizes részt, akkor ez nekünk nagyon nyerő lesz. Ó. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog gyorsan végigmenni ezen a vizen. Hát én azt, igen, tolja rendesen, ó, gyerekek. Nézzünk egy belső helyzetet, kíváncsi vagyok. Érdekes, hogy nem folyik be a gépbe ilyenkor, de viszont marha jól néz ki, hogy szinte... Ja, ilyen foltos vizes-szerű az ablak. Vagy inkább koszos ez a rész? Jó, váltogat folyamatosan, a szegény nem tudja, hogy... Nem tud mit kezdeni, ugye? Fölrakja egy... Egyben van, utána felrakja kettőbe, utána megint lerakja egybe. Ugye hát ez ugye gyakorlatilag probléma az izének, ugye az automata váltónak, amit szintén tesztelünk, hogy mennyire jól működik. Jó, srácok, 8.32, én azt mondom, hogy itt akkor az ura eddig ami nagyon viszi a primet. Már fordulunk. Ez 10.40-en belül lesz, én úgy érzem mindenképpen. De az azt jelenti, hogy ugye az előző résznek a Rába Steigert és a Kirovec K700-ast is megveri. Viszont az egyértelmű, hogy sajnos a krazunkat, azokat, azt nagyon-nagyon csúnyán, rettenetesen csúnyán megcsapja most ez a gép. Ez nagyon-nagyon csúnyán megcsapja a krazunkat. És akkor nézzük, ugye amikor leír az utolsó kerék az aszfaltról, az annyi, mint 9.18, 9/18, szóval gyakorlatilag 1 perc 20 másodpercet rávert az előző rész résztvevőire. És nagyon sokat rávett például ugye a Krazra. Hát a Kraz ugye erősebb jármű, nehezebb, nagyobb, de mégis ugye az Ural az gyakorlatilag egy fürgébb, jobb terepjáró képességekkel megáldott gép, ugye többek között pont annak köszönhetően, hogy nem olyan iszonyatosan nehéz, nagy dög állat, és ugye talán még a lengés csillapítás is jobban megoldott nála. Na, gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, írjatok, hogy milyen járműveket próbáljunk még ki, és várlak benneteket a következő részben. Sziasztok!